Gála műsorral egybekötött születésnapi bállal ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a Losonci Pittypang Néptánc Együttes. A jubileumi műsorban az együttes jelenlegi és egykori tagjai tánccal, zenével köszöntötték a csoportot. A jelenleg 30 alsó tagozatos diákból álló Pittypang Néptánc Együttes a Losonci Kármán József alapiskola mellett kezdte működését, ahol délutáni szakkörként indult a néptáncoktatás, Kertészné Habodász Eleonóra és Ibosné Kukta Herrietta vezetésével. Egy eszrad műsorra Nórika csinált egy fantasztikus ilyen kis dunántúli koreográfiát, amivel a napközisek felléptek. A sok lelkes gyereket, ahogy láttam, és jól ment nekik, és élvezték, és jó volt, amit csináltak, akkor elkezdtem Nórikát egy kicsit biztatni, hogy ezt kellene folytatni. És akkor itt találtuk meg Ibos Henikét, akinek a gyerekei szintén a magyar iskolába kezdtek járni, vagy még óvodába jártak, már nem is tudom. És mivel neki volt táncos múltja, táncolt több évig csoportba, elvállalt, hogy összevág nekünk egy kis koreográfiát. Ez volt a dunántúli ugrós. Majd egymást követték a felkérések. Néhány év leforgása alatt a szakkör néptánc csoporttá cseperedett, és felvették a Pittypang nevet. A 20 év alatt 10 tájegység folklóriával ismerkedtek meg a gyerekek. 16 koreográfiát és több mint 150 fellépést tudhatnak maguk mögött. Jelenleg Oláné Csercsics Ivett és Olá József koreografálja a csoportot. 6 éve járunk a pittypangosokhoz, ezekhez a pici gyerekekhez második éve, ugye most első, második, harmadik osztályosok, és hát azért nagy izgalommal készültünk mi is, és a gyerekek is erre a mai napra. Mindenképpen próbálunk felvidéki anyagokat tanítani a gyerekeknek, de azért, mivel mi Magyarországról érkezünk, ezért azt gondoljuk, hogy az is fontos, hogy a kis magyarországi tájegységek táncaival is ismerkedjenek a gyerekek. A legszívesebben a palotást táncolom, mert ez a kedvenc táncom, utána meg még olyan magyar népi táncokat is nagyon szeretem. A vezetők szerint a korán elkezdett rendszeres tánc, a gyakorlás és a fellépések rendkívül pozitív hatással vannak a gyermekek egyéniségének fejlődésére. Így már óvodáskoruktól kezdve betekinthetnek a próbákba, akinek pedig megtetszik a néptánc, 9-es koráig maradhat a csoporttal. Így volt ezzel Gyetvai Júlia is, aki jelenleg a Magyar Állami Népi Együttes tagja. Mindenképpen nagyon sokfajta szituációban segít, én azt gondolom, a néptánc maga is. Tehát alapvetően egy csoport szellem alakul ki a táncolás közben. Nem volt ez másképp a Pittypangban sem. Életre szóló barátságokat kötöttünk, ugyan nem mindig tartjuk a kapcsolatot már, mert nagyon nehéz, nagyon sok felé szórultunk szét a világban, viszont ha találkozunk esetleg ilyen fórumokon, akkor mindig nagyon örömmel üdvözöljük egymást. Üde színfoltja volt az estnek a Folk LC népzenei együttes, illetve az egykori táncosok fellépése, akiket az est folyamán a csoport segítőivel, támogatóival együtt szintén köszöntöttek. Egy csoport, ami már 20 évet megél egy iskola mellett, az már azt jelenti, hogy van hagyomány. És ez olyan szempontból érdekes, mert ugye a Pittypang a népművészet felé fordul, és a gyerekeket mi éppen arra neveljük, hogy a gyökerek megmaradjanak. És az iskolának szárnyakat kell adni, de ha gyökér nincsen, akkor az nem lesz elfogadható jövő a számukra. A jubileumi ünnepség remek hangulatban telt. A vastaps és a rengeteg elismerés erőt ad a csoportvezetőknek a folytatáshoz, akik bíznak abban, hogy lesz olyan fiatal Losoncon, akinek majd átadhatják a stafétát, hogy a Pittypang a további 20-40 évben is virágozzon.